Játékos hatást keltő programok, interaktív foglalkozások várták a gyerekeket a Bűvösvölgyi nyílt napon. Azért jöttem, hogy megismerjük a médiával kapcsolatos dolgokat. És mennyire tetszenek, mennyire érdekel. Nekem nagyon tetszik. Szeretek szerepelni, és itt ugye lehet, és tetszik, hogy itt azt írok például az újságban, amit szeretnék, ami megfogalmazódik bennem, meg itt is, hogy saját párbeszédet alakíthatunk ki, és ilyesmik. Hazánk első médiaértés oktató központját a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy segítse a gyerekek eligazodását a média világában. Az NMHH nagyon fontosnak tartja azt, hogy a tudatos fogyasztói magatartást, a tudatos média használatot, a médiaértést, azt propagálja és előmozdítsa, ezért döntött úgy 2011-ben, hogy erre egy olyan programot hozzon létre, amiben élménygazdag módon alkotó folyamatok révén juttatja el a diákokhoz, a gyerekekhez azokat a fontos tudnivalókat, amik ezzel az előbb említett témákkal összekapcsolhatók. A központ szakmai munkáját támopos pályázati forrásból támogatják. Célja a média kultúrára való nevelés, a média tudatosság elterjesztése. Ez egy 500 milliós forrás, és ebből elsősorban a diákok utaztatását, ellátását biztosítjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bár ez a program Budapest egyik előkelő kerületében működik, a lemaradt régiók, a hátrányos helyzetű gyerekek is részt tudjanak venni ezeken a programokon, és így például ebből a forrásból többek között természetesen 20-as utaztatást biztosítunk ezekből a régiókból. Az oktatási programunkat, hogy minél inkább beüllesszük a nemzeti alaptanterbe és a kelet tanterbe ezeket a tartalmakat, amikkel foglalkozunk. A pedagógusok minden itt lévő stúdiótermekben zajló foglalkozáshoz kapnak egy felkészítő csomagot. Ezt a médiaoktatásban jeleskedő szakemberek írták, és minden évfolyamra vonatkozóan van egy 5 órából álló alapcsomagunk, illetve egy 10 tanítási órát lefedő bővített csomagunk. A csomag az itt lévő foglalkozásokat fedi le, tehát van egy rádiós foglalkozáshoz kötődő óravázlat, van a sajtóhoz, van a film, illetve hírműsorok, van egy reklám, illetve van egy internet és mobil biztonság, illetve mobil kommunikáció. A diákok az elméleti oktatás után a gyakorlatban kipróbálhatják a tömegkommunikációs eszközöket. Közvetlenül találkozhatnak a média munkafolyamataival, betekinthetnek a kulisszák mögé, megtudhatják, hogyan készül egy film, egy cikk, egy reklám, és láthatják, hogyan zajlanak a médiumok háttérmunkafolyamatai. 5 stúdióhelyiségünk van, abból 3 nagyon komoly green box, amiben kis filmet tudnak forgatni, iradót tudnak készíteni, reklámot. Természetesen minden alkalommal, vagy minden foglalkozás már alkotó munka, a megfelelő műveltség tartalmat, hogy úgy mondjam, a megfelelő üzenetet, azt megkapják. A médiából jövő üzenetet értelmezniük, a hatásmechanizmusokat pedig ismerniük kell, hogy felelős fogyasztói döntéseket tudjanak hozni. Nem az a célunk, hogy rábírjuk a gyerekeket erre a pályára, hanem hogy megmutassuk neki, hogy működik a média, hogy egy kicsit a kulisszák mögé pillanthassanak, hogy megismerkedhessenek a greenbox technikával, vagy hogy készül egy autós kisfilm. Mi a feladat? Mit kell csinálnod? Bekerülni a bokocsiba, és lesz hátul így egy ilyen történet, és abba kell beleilleszkednünk, hogy mi most ott vagyunk, és el kell játszani, hogy ott vagyunk. Párbeszédet kell kialakítani, és el kell játszanunk egy konkrét jelenetet, mint hogyha a való életben történne. Itt hátul van egy tévé, és azon vetítik a filmet, ugye, hogy látszódja, hogy merre megyünk, ki küldöznek, mi történik. Mi meg itt elől láthatjuk, és úgy csináljuk. Tudunk reagálni a helyzetekre. A képkockákkal mi történik? Bevágjuk őket szépen a filmbe, időrendbe tesszük őket, és akkor egy jó kis filmet megpróbálunk összehozni. Kezd tisztulni a kép a diákok fejében. A média működési elvének elsajátítása a legmodernebb technika ellenére sem okoz gondot. Professzionális broadcast felszerelésünk van. Ezt várakozásaink ellenére nem ijeszti el a diákokat. Nagyon szeretnek ezekkel a
az eszközökkel dolgozni. Ez természetesen nem igényel profi hozzáállást a részükről, hiszen egy leegyszerűsített kezelőfelületen keresztül irányítják a folyamatokat. Szerintem nagyon könnyű nekik ezeket a technikákat elsajátítani, tehát tényleg igaz az, hogy ők már digitális benszülöttek, és tulajdonképpen sokkal könnyebben elsajátítják szerintem ezeknek a technikáknak a használatát, mint az idősebb korosztály, úgyhogy ezzel semmi gondunk nincsen, és nagyon élvezik természetesen. A foglalkozások nagyon népszerűek, az érdeklődés óriási. A média mechanizmusait szívesen megismerő palánták a nap végén megnézhették felvételeiket, és a média működési folyamatait megismerve talán már is tudatos médiafogyasztókká váltak.